Network marketinggel kapcsolatban általában az embereknek a pénz jut az eszükbe. Vagy az a pénz, amit el lehet veszíteni, mert az csalás, meg pilótajáték, meg becsapás, vagy az a pénz, az a rengeteg pénz, amit meg lehet vele keresni. Most mondanék egy másik aspektust, amire szerintem nem gondoltál. Hadd mondjak el először egy történetet. Az idén nyáron részt vettem egy 35 éves érettségi találkozón, ahol az egyik résztvevő arról mesélt, hogy ő neki van egy állami kitüntetése. És ezt tudod, mekkora tapsvihar fogadta? Semekkora. Az emberek néztek ki a fejükből, és rezignáltan tudomásul vették, hogy az egyik volt osztálytársuk egy ilyen magas kitüntetés birtokosa. És nekem akkor lett világos, hogy én miért szeretek DX-enesek közé járni. Mert a mi köreinkben az teljesen természetes, hogy inspiráljuk egymást, biztatjuk, megveregetjük a vállát, megdicsérjük, és ez egy annyira jó dolog én szerintem. Sokkal jobb, mint az, ami egy, ezek szerint egy hétköznapi társaságban természetes, hogy sikered van, jó. Te neked milyen sűrűn van ilyen élményed, hogy a főnököd megdicsér, a munkatársaid kedvelnek, elismerik a munkádat. Álltál-e már színpadon egy nagy csokor virággal a kezedben, és a nézőtéren tapsoltak, rád mosolyogtak, a szünetben ismeretlen ismerősök lapogatták meg a válladat. Hogyha ilyenben nem volt részed túl sűrűn, és szeretnéd, hogy legyen, akkor érdemes elgondolkoznod a network marketinggel, mert az nem csak a pénzről szól. Ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, írd meg ide kommentbe. Tarts velem, és váltsunk kasztot együtt!